Szevasztok srácok, Robi vagyok a Fly Videótól. Ebben a kis videómban arról fogok nektek mesélni, vagy beszélni, vagy azt fogjuk megdumcsizni, hogy hogyan ne zuhanj le a drónoddal, ami első halásra könnyű feladatnak hangzik, de azért jó pár buktató van a dologban. Gyertek velem! Megittem a kávémat, és ide kiültem a nyugágyba, úgyhogy előre elnézést kérek mindenkitől, hogyha tengeri betegek lesztek menet közben, lehet, hogy én is itt majd tartok egy kis szünetet, hogy kihányjam a belemet, mert így ringatózik velem ez az egész nyugágy, de itt a fényviszonyokat olyan kellemesnek gondoltam. Ebben a 40 fokos nyári kánikulában itt árnyék van, nyugalom van, úgyhogy gondoltam, hogy felidegesítelek benneteket ezzel a témával. Azért mesélhetek róla teljes joggal ezekről a témákról, például erről, hogy hogyan ne zuhanj le a drónoddal, mert szakavatott professzora vagyok a témának, annyiszor zuhantam már le, és annyiféle drónnal, annyi hülyeséget csináltam, hogy simán elmondhatom nektek, hogy miért ne kövessétek a példámat. Próbáltam egy kicsit így a teljesség igénye nélkül, vagy a teljesség igényével kis vázlatpontokba szedni, nem fogom megszámozni, mert úgyse tartom a számokat, hogy mikre kell odafigyelni, hogy nagyobb eséllyel egyben tartsd a drónodat, tovább bosszantson téged mindenféle légterengedélyekkel, meg papírműveletekkel. Ami a legalapvetőbb dolog, mondjuk azzal kezdeném, tehát, hogy így legyen jó állapotban a drónod, leellenőrizni, hogy minden rendben van vele, a propellerek sértetlenek-e, nem repedtek-e, nem hiányzik belőle darab, akkor nyilván cserélem a propellert, hogyha bármi sérülés látok rajta, mert az már nem érdemes kockáztatni. Tehát egyébként ez egy nagyon fontos mondat ebben az egész műsorban, hogy nem érdemes kockáztatni. Ez a drónozásban úgy, ahogy van, ez minden nap gyakorlatilag a kezedre lehetne tetoválni, vagy a távirányítóra jó lenne, hogyha így feljönne egy ilyen kis szöveg, amikor bekapcsolod a gépet, a távirányítót. Nem érdemes kockáztatni. Ez a drónozás egy-egybe alaptétele, de mondjuk mondhatnám ezt az autóvezetésre is egyébként, vagy a rollerezésre, vagy a bringázásra. Viszont itt a drónozásnál annyi kockázati tényező van tényleg, hogy az ember rendszeresen ilyen videókat csinál, hogy mire figyelj oda, hogy ne okozzák katasztrófát. Tehát, még mindig visszatérve itt a drón állapotára, ugye propellerek, ha bármi van, cseréld őket, úgyis még az alapcsomagban is kaptál egy pár propellert, de gyakorlatilag ez a kérdés felszokott merülni, hogy milyen időközönként kell propellert cserélni. Soha. Tehát, hogyha nem sérült, akkor nyugodtan hagyhatod rajta, előbb fogsz meghalni, mint hogy a műanyagnak bármilyen problémája legyen a drón rotorjának, az úgy, ahogy van, túl fog élni téged valószínűleg. Akkor, hogyha a motoroknál hallasz valami furcsa hangot, nem fordulnak rendesen, belekerült valami kósz, azt mondjuk ki lehet fújni egyébként az ilyen brushless motorokból nyugodtan, van aki ilyen nagy nyomású ilyen sprék, amivel számítógépet szoktam itt tisztogatni, meg a klaviatúrát, azzal bele lehet fújkálni, hogyha úgy érzed, hogy por ment bele, vagy valami trutyi. Nyilván, hogyha az ember kézből száll föl, kézbe száll le, akkor erre sokkal kisebb az esély, hogy ezek bekoszolódnak ezek a motorok, vagy akár a ventilátor beszívjon retket a gépbe. Én azért is gyakorlatilag minden alkalommal kézből szállok föl, és kézbe le, mert az kiméri a legjobban a drónt. Nyilván még leellenőrzöd, mondjuk ez nem egy olyan ellenőrzés, hogy ó, ezt minden alkalommal nem csináld meg, akkor nem tudom, kiátkoznak a Anya Szent Egyházból, hanem úgy néha, hogy ránéz az ember, hogy repedések, ilyesmi, karok környékén ilyen stressz, krekkek, úgymond vannak a drónon. Ugye ezt az egyik videómban részleteztem, hogy ha úgy tudod elkerülni ezeket a stresszkrekkeket, legalábbis a leggyakoribb okozója ezeknek a töréseknek, repedéseknek az, hogyha a nyomást helyezel el a karokra, tehát
hogyha mondjuk fönt van a bekapcsoló gombja a tetején a gépnek, illetve felülről behelyezhető az akkumulátora, és úgy erőlteted bele, akkor indokolatlan nyomásnak teszed ki a karokat, és főképp, ahol a karok csatlakoznak a vázba, ott azért az nem erre van tervezve, hogy az ember egy izomból nyomkodja, úgyhogy ezeket célszerű kézben tartva végezni a bekapcsolást és kikapcsolást és az akkumulátor betételt, hogyha fentről teszed be az akkumulátort. Ugye ennyit a drón általános állapotáról, nyilván még ide tartoznak az akkumulátorok, de hát ez egy eléggé külön témakör. Ugye az akkumulátorokat azért gyakrabban nézegeti az ember, mert ugye a töltés közben mindig a kezedbe akad, már hogyha nem a gépben töltöd az akkumulátort, én annak annyira nem vagyok híve, mert azért az ott melegszik, meg minden, én nem szeretném, hogyha a gépen bemelegedne, nyilván ha belerakod a gépbe, akkor még jobban melegszik, mert még egy burkolat van rajta, meg aztán ott akármi történik, töltés közben, esetleg elszáll az aksi, akkor a géped is ment a kukába, mondjuk adott esetben meg a házad is, úgyhogy ez egy ilyen sport, ilyen ez a drónos szakma, pop szakmát mondtam majdnem. Aksiknál ugye arra figyelünk, hogy ne legyen púpos az aksi, ugye alapból ezek nem puposak, tehát ilyen lerakod az asztalra, akkor egy ilyen szögletes, tehát egy ilyen úgy fekszik az asztalon. Hogyha már elkezd úgy hintázni, mint ahogy én hintázok itt a nyugágyba, akkor ott már gondok vannak, az már puposodik, vagy hogyha látod, hogy feszíti a műanyagot, vagy a, ugye van olyan aksi, amelyiknek csak a váz a műanyag, így a keret, és akkor egyébként pedig egy ilyen rugalmas anyag van, hogy pont ezért, hogy tudjon így lélegezni, meg hát lélegezni, szóval hízni, megfogyni az aksi egy picikét, de hát ha ezt túlzásba viszi, akkor úgy marad ilyen pufin, és az már nagyon nem egészséges, azt ne használd, ha felpuffadt aksit, azokat ne használd, mert az bizonytalan, veszélyes, egyébként azt én nem is tárolnám egy lakásba, házba sehol, mert az tűzveszélyes is eléggé, ott már indultak olyan reakciók, amik nem kedvezőek az akkumulátor és a drón szempontjából. Viszont erre vannak kollégák különböző drónos Facebook csoportokban, akik arra szakosodtak, vagy arra is szakosodtak, hogy ezeket a felpuffadt aksikat adott esetben még kijavítani is tudják, tudnak bennük cellát cserélni. Ilyesmi. Ez a talán a Drone Hungary csatornán is, ha az ember rákérdez, akkor bedobnak egy-két nevet, de a DJI Mavic csoportban is, Facebook csoportban is van ilyen kolléga, aki, ha jól emlékszem, aki ezzel foglalkozik. Minden esetre a Facebookon biztos, hogy találtok erre, bármelyik drónos csoportba bedobjátok ezt a kérdést, akkor lesznek erre szakemberek, akik ezzel foglalkoznak. Különböző drón nál különböző szakember vannak, tehát van, aki a fantomokat szervizeli, úgymond, van, aki a mevikeket szervizeli, úgyhogy van esély a pupos aksik javítására, viszont azokat nem használjuk, a pupos aksikat, jó? Tehát ez is egy ilyen biztonsági előírás. Ugye az aksik kezeléséről már külön volt egy fejezet, amit már annyit meséltem róluk, hogy már én is meguntam magam. Az alaptétel ennek a műsornak, hogy hogyan ne zuhanjunk le a drónunkkal, ugye a drónunk helyzetének a meghatározásában ugye az összes egyéb szenzor és barométer és minden egyéb mellett a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb résztvevő az a GPS, a műholdas hely meghatározás. Hogyha ott valami nem stimmel, akkor nagyon nagy gondok lehetnek, akkor nem tudja, hogy hol a home point, akkor elrepülhet, megbolondulhat, nem tudja, hogy merre van az előre, merre van a jobbra-balra, úgyhogy az egy nagyon fontos tényező, hogy ez a műholdas sztori az rendben legyen, amikor felszállsz, és lehetőleg egész végig a repülés alatt. Na most ugye az alap, hogy mielőtt felszállok, akkor ugye megvárom a minimum 10-12-14 műholdat, de mondjuk a 10-12 az alap, hogy annyi legyen, amire rácsatlakozott. Ha nincs meg ennyi, ha 10 alatt vagyunk, akkor ne nagyon szálljunk fel. Vagy várjuk ki azt, amíg talál több műholdat, vagy egyáltalán ne repüljünk, mert ez nem lesz biztonságos. Sajnos ilyen rengeteg műholddal tudja bepozícionálni biztonságosan magát egy drón. Tehát ha mondjuk 5 műholdat találsz, az nem elég. És hát ehhez türelem kell. Tehát nem az van, hogy rögtön bekapcsolom a gépet, minden felvillanak a fények, és mehetünk már is. Nem, adott esetben pár percet várni kell arra, hogy biztonságosabban tudjál repülni.
És a következő fokozat pedig az, hogy felrepülsz, mit tudom én, 1-2 méter magasságba, és ott megint csak maradsz egy kicsit. Sok drón, az újabb drónok, vagy valamelyik típus akkor rögzíti a home pointot azon a magasságban, és amikor már teljesen zöld minden kijelző, teljesen megvan a megfelelő számú GPS, műhold, és ő azt is mondja, hogy a home point rendben van, rögzítve van, akkor lehet elindulni. És egyébként most rá is térek a következő fokozatra, hogy még a drón állapotának ellenőrzéséhez hozzátartozik az is, hogy amikor ezen az 1-2 méter magasságon vagy, tehát felszálltál, akkor tessék le ellenőrizni azt, hogy nincs-e valami furcsa hangot nem ad ki a drón, nem hallatszik-e valamelyik motorból rendellenes zaj, nem tesz-e furcsa mozdulatokat a drón, nem haj. Van egy nagyon pici kis kilengés, picike kis kóvájgás, az a semmi gond nincsen. Szoktátok kérdezni, hogy úristen, milyen mozgást csinál a drón, és atya úrja, mindjárt le fog zuhanni, vagy falnak csapodik, vagy nem tudom. Nyugodtan egy pici siklás, egy pici, ami nem bizonytalanság, hanem egy ilyen kis mocorgás, az nyugodtan lehet. Csak ez ne legyen azért számottevő. Tehát amikor már látod, hogy vagy csúszik valamerre folyamatosan, vagy hülye hangot ad ki valamelyik rotor, akkor ott inkább szállj le, és ott meg kell nézni, adott esetben szervizeltetni azt a drónt, mert ott valami nem stimmel. A következő vázlatpontnál, már megint vázlatpont azok, pedig nincs is vázlatpontom, még a műholdakra vissza fogok majd térni, tehát gyakorlatilag van egy ilyen időjárási körülményeknek az összessége, ugye, amit józan ésszel és különböző applikációkkal az ember hát igyekszik a lehető legideálisabb időpontban elvégezni a repülést, és ehhez ugye minden időjárási tényező a lehető legkedvezőbb legyen, tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk ne legyen eső, ne legyen hóesés, ne legyen jeges köd, tehát téli köd. Egyébként is így ködben, felhőn keresztül átrepülni, az mind-mind nedvesség, víz, télen ráfagy, nyáron csak nedves lesz, beszivárog mindenfelé, ezek nem vízálló drónok, a DJI drónok közül gyakorlatilag csak az ipari drónok, vagy ilyen mentődrónok, search and rescue drónoknál van vízvédelem, eső elleni védelem. A sima felhasználók által elérhető drónok nem vízállóak. Tehát a pára, felhő, párcsepeső, az mind-mind víz, mind-mind nedvesség, előbb-utóbb megbosszulja magát. Ha nem azonnal lesz probléma, akkor korrózió, stb. Nem érdemes. Plusz még a garanciát is elveszíti a gép, mert van egy vízérzékeny matrica a gépvázán belül, ha az elszíneződik, akkor az megnézik benne a szervizbe, és ugrott a garancia. Tehát csapadék, nedvesség, blablabla, szél. Ugye alapvetően ezek a drónok, főleg a pici drónok, azok nagyon nem szeretik a szelet. Lehet, hogy megcsinálod a kis videódat, lefotózod a kedvenc helyszínedet, de utána már nem tudod lehozni a drónt, mert elviszi a szél. Lehet, hogy egy irányba még tök jól el tudsz menni szél irányba, de visszafelé már nem tudod visszahozni a drónodat, mert széllel szembe kell hazaszállni. Az is egyébként egy ilyen alap dolog, hogyha már minden áron kénytelen vagy szélben felszállni, nálam mondjuk ez a fogalom nem létezik, hogy kénytelen vagyok felszállni, mert ha nem olyan a körülmény, akkor nem szállok fel. Akkor, tehát ha minden áron felszállsz, szél esetén is, akkor szél, hogy van? Szél ellen repülj, hogy hazafelé a szél segítse a drónodat, ne ellene dolgozzon. Jó, tehát ezekre ugye megvannak a különböző applikációk, ahol előre jó esetben ellenőrizni tudod ezeket a dolgokat, hogy milyen szél lesz aznap. Egyébként még a szél előrejelzés az még egész megbízható szokott lenni. Az összes többi időjárás jelentés borzasztó, tehát csapadék, napsütés, hát a hőmérséket az még hagyján. De egyszerűen tehát nem értem, hogy az időjárás jelentők, meteorológusok
miért kapnak, hova, mire kapnak fizetést, de tényleg. Tehát az összes applikáció ugyan iszonyatosan bizonytalan, hogy van, hogy egy órával előre nem tudja megmondani, hogy mi a helyzet. De mondom, a szél az egy ilyen külön műfaj, az minthogyha jobban meg tudnák jósolni előre. És akkor még ide ezekhez az időjárási tényezőkhöz még hozzájön a KP index, vagy K-index más néven, ami gyakorlatilag a napkitöréseket, a nap, intenzív naptevékenységet, napszeleket, a Föld mágneses mezejében történő zavarokat jelenti nagyjából, lefordíthatom így emberi nyelvre, és akkor ezt ilyen 1-től 9-ig szokták számmal jelölni, és hogyha nyugi van, akkor az az egyes, és minél durvább a helyzet, annál följebb megy ez a szint. Most volt egyébként a napokban egy ilyen nagyon komoly naptevékenység, ahol valami 8-as körül voltak, 8-as, talán 9-es is volt a naptevékenység, vagy napkitörés, vagy napszél, vagy KP-index, és arra régebben ugye arról volt szó, hogy az már az a halálos halál, tehát gyakorlatilag 9-ig van a skála, tehát az 8-9 körül van, akkor annál durvább nem lehet. Tehát az olyan, hogy arról szólt a fáma, hogy tönkre mennek berendezések, elektronikus berendezések, mindenféle GPS meghűl, napokig nem fog működni, gyakorlatilag ez a hivatalos leírásban ezeket látod. És érdekes módon nem tapasztaltunk akkora katasztrófákat. Jó, hogy mindenki körbeírta, hogy ne nagyon repüljetek aznap meg minden, de olyan nem az volt, hogy tömegesen zuhannak le itt még a vállalkozó kedvűek. Szóval én valami nagyobb problémát vártam, megmondom, ez már nem úgy, hogy vártam, hogy hanem hogy a logika szerint, meg az eddig a tudásom szerint, vagy amiket hallottam, hogy miről szól ez a KP-index, de nem volt akkor a katasztrófa, és aztán azon gondolkoztam, hogy elképzelhető, hogy esetleg ez a régebbi gépeket, a régebbi drónokat, meg úgy egyáltalán régebbi GPS-es eszközöket jobban érintheti, mint az újabb kütyüket, mert ugye a régi drónok azok ilyen, mert ugye ezekből a műholdakból az egy dolog, hogy hány darab van, de többféle típus is létezik. És akkor mit tudom én, ilyen Galileo, meg nem tudom, mi, most így nem ugrik be mindegy, hát vagy négyféle minimum van, amiről én tudok, csak most nem tudom. És a régebbi drónok egy vagy kettő típust, szerintem a legelején még csak egyféle műholdat tudtak érzékelni, és utána kettő, és most már ilyen 3-4 féle műhold alapján tájékozódnak. Tehát az egy dolog, hogy hány darab, de több típust is felismernek, és szerintem, mivel most már ennyi típust ismernek ezek a drónok, szerintem sokkal kevésbé veszélyezteti őket egy ilyen magas KP-index, mert hát több dologba kapaszkodnak, több iránytűbe, gondolom én. Aztán javítsatok ki, ha tévedek, nyugodtan küldjetek el a csodába. Jaj, ugye? Még mindig ott tartunk, hogy hogyan tartsuk életbe a drónunkat, ami valamikor nagyon nehéz, tényleg. Én nem is tudom, hány drónt nyírtam ki, aztán volt, hogy az ujjamat nyírtam ki egy kicsit, volt, hogy tereptárgyakat nyírtam ki, fákat nyírtam ki, propellereket nagyon sokat elfogyasztottam még annak idején, amikor fiatal voltam. És konkrétan a felmérés a környezetednek, az még egy nagyon fontos témakör. Tehát így fogod a szemgolyóidat, és így körbepásztázol a környéken. Nagyon. Még mielőtt nem az van, hogy kicsomagolom gyorsan, repüljünk. Nem. Hanem először intenzív körbenézegetés van, és megállapítom a veszélyforrásokat. Tehát magas építmények, fák, villanypóznák, az a veszélyes, az egyik legalattomosabb a villanypózna, mert az ember hajlamos arra úgy annyira nem figyelni, mert ugye vannak azok a kis hajszálvékony, vagy legalábbis távolról hajszálvékony vezetékek, vagy egyáltalán nem is látod őket,
amikre úgy annyira nem gondol az ember, mert ott a fa, ott a hegy, ott az épület, azok olyan látványosak. Na most ezek a vezetékek annyira nem látványosak. Tehát azokat mindig tessék bekalkulálni, hogyha vannak ilyen magas feszültségű póznák, nagy villanypózna, tehát ha magát a vezetéket nem látod, valószínűleg a villanypózna alapján valószínűleg lesz ott vezeték, tehát ezt mindig kalkuláld be, hogy nyilván ugye vagy az alatt kell elrepülni, vagy a fölött kell elrepülni. A terep felmérése az egy nagyon fontos dolog, tehát adott esetben nekem volt olyan, hogy mit tudom én, egyrészt amikor mondjuk ha meló van, akkor ugye eseti légtér és a többi 30 nap előre, és a térképen, a Google Maps-be oda megyek, ha ugye olyan távolságban van, hogy fizikailag nem tudok olyan gyorsan odaugrani, akkor a Google térképpel oda megyek, és nagyon-nagyon körülnézek. Egyrészt magas helyeket keresek, magas építményeket, magas fákat, másrészt villanyvezetékeket is, ha nyilván, hogyha olyan lehetőség van, hogy egy kis emberkét oda le tudom pottyantani a Google Maps-re, akkor körbenézek a helyszínen, hogy milyen veszélyekkel kell, milyen helyszíni terep problémák adódhatnak. És hogyha lehetőségem van rá, akkor odaszaladok előzetesen, körülnézek nagyon, adott esetben még fel is repülök egy picit, és helyből körbeforgok, hogy mi a helyzet. Azt egyébként javaslom mindig megtenni, főleg ha az ember egy kicsit bizonytalan, hogy most milyen magas az a hegy, milyen magas az a fa, hogy amikor fölrepülsz a drónoddal, akkor abban a magasságban, amiben tényleg szeretnéd ténykedni, körben forogsz vízszintesen teljesen, és megnézed, hogy esetleg abban a magasságban tényleg tiszta a terep, lesz-e probléma, és hát nyilván ugye az RTH-t, a Return to Home magasságot, azt eleve ugye a legmagasabb ponttól számítva magasabbra kell megadnom, hogy hazafelé ne legyen probléma a géppel. Rögtön át is ugrottam egy másik témába. Tehát az RTH-t egyrészt ugye, ez is egy mekkora témakör, hogy fogom ezt dióhéjban elmondani. Tehát mondjuk, ha mondjuk simán egy statikus helyről, tehát a mező közepéről repteted, akkor nyilván azt mondom, hogy beállítom, hogy RTH, tehát a jelvesztés esetén, illetve alacsony akkuszintnél fogja magát és jöjjön haza, megnézem, hogy melyik a legmagasabb tereptárgy, a fölé rakom pár tíz méterrel, és RTH. Na most, hogyha mondjuk ugyanezt például egy mozgó hajóról csinálom, akkor nyilván ez nem lesz jó ez a megoldás, mert ahonnan én elindultam, home point, meg felszálltam, ott már rég nem leszek, mire ő vissza szeretne jönni adott esetben hozzám. Ezért ott tehát többféle lehetőség van. Egyrészt ugye azt fogom beállítani, hogy az az egyik lehetőség, hogy jelvesztés esetén hover, tehát a lebegés angolul, illetve ez a magyar volt, amit mondtam, és de előtte az angolt mondtam, és mert akkor az történik, hogy megáll egy helyben, és akkor még mindig, főleg, hogyha olyan egy motorcsónakkal vagyok, vagy egy olyan kis hajóval, vagy csónakkal, vagy szörfel, vagy nem tudom, amivel oda tudok menni utána. És vagy tehát vissza tudok menni érte. Egyébként is célszerű csak ilyen esetekben felrepülni drónnal, mert ha valamiért ott elakadsz, és nem tudsz visszamenni vele a hajóval, akkor gyakorlatilag annyi, ott van egy darabig a levegőben, aztán meg landol a vízben, mert nem bírja az aksi, és le. Tehát jó, ebben az esetben van még egy olyan lehetőség is, hogy egy ilyen pillanatnyi, tehát aktualizálod a home pointot, tehát mindig egy friss home pointot adsz meg, tehát ugye, mert van az a lehetőség, hogy a felszálló helyhez szúrod le a home pointot, és van az a lehetőség, hogy a távirányítóhoz szúrod le a home pointot, és azt lehet mindig update-elni, frissítgetni, hogy éppen hol van a távirányítód, mert ugye a drónok nagy része nem ismeri a dinamikus home pointot, ami ugye az lenne, hogy folyamatosan felülbírálja a home pointot, és ő magától állítgatja a home pointot. A drónok nagy része ilyet nem tud, és ezért neked kell, te vagy a dinamikus home point, úgymond, mindig ráböksz egyet, hogy most a távirányítóhoz, most a távirányítóhoz, és akkor nyilván nem kell ilyen gyakran, de mondjuk, hogy néha a csónakban ráböksz, akkor az azt jelenti, hogy ha bármi gond van, akkor ugye
már a legutóbb bejelölt helyhez fog visszajönni, de mondjuk ne, hagyjuk ezt az RTH-t a vízen, jó? Tehát az inkább lebegjen, és te menjél a drónért. Ez a legjobb megoldás. Az első időkben én azért annyira nem kíméltem a drónjaimat, egy kis taknyos voltam, és nyomadtam, mint az állat, de jó, de gyorsan repül, mennyire tud gyorsan repülni, mennyire tud magasra repülni, és egyáltalán milyen hülye situációkban tudok vele repülni. Aztán rájöttem, hogy ez annyira elég drága sport így, és nem annyira nem kifizetődő ez az extrémitás, meg a veszélyes dolgok, veszélyes helyzetek hajszolása, úgyhogy inkább óvatosba mentem át, és ez tényleg azóta bevált, mert azóta nem öltem meg senkit, és a drónjaim is egyben vannak folyamatosan, és utána nagyon klasszul lehet eladni őket, hogyha az ember szeretne egy újat venni, mert megkímélt állapotban vannak. És ezért, most az egy dolog, hogy nem csinálok hülyeséget vele, nem repülök hülye helyeken, nem repülök necces helyeken, de mondjuk például én a sportmódot is kerülöm, vagy csak nagyon ritkán, nagyon indokolt helyzetben használom, mert igenis az egy megerőltető üzemmód a gépednek. Ez olyan, mint hogyha mondjuk magamból indulok ki, tehát mint hogyha én sportolnék orvaszár. Tehát ha te folyamatosan sportmódot használod, az olyan, mint hogyha én folyamatosan futva mennék az utcán mondjuk dolgozni, futva jönnék haza, futnék a spejzba a hálószobából, és a többi, és a többi. Tehát az megterheli a szervezetet, ugye? Hát a drónt is megterheljük ilyen dolgokkal, az akkumulátort megterheljük, a motorokat megterheljük, de mondhatnám azt is, hogy ha full gázzal közlekedsz az autóddal, az ugyanúgy jobban elhasználódik, mint hogyha szépen kíméled az autódat. Na, ugyanez vonatkozik a drónokra is. Most, ha a drónodat széthajtod, az adott esetben lepottyan az égből, aztán vagy rásik valamire, valakire, vagy nem. Hú, már nagyon mélységekbe jutottunk el itt a kockázatelemzésbe. Azért nem kell ezt ennyire túl gondolni, csak hogy normálisan használjuk a drónunkat, tehát az fontos. Akkor szenzor ügyileg. Most az egy dolog, hogy alapvetően nem bízom a drónban 100%-osan. Tehát még a legdrágább drónok sem hülye biztosak egyrészt, másrészt meg nem tudnak mindent kivédeni. Nincs olyan drón, ami mindent ki tud védeni. Még a Skydio-t is leszedték az égből, meg az is le tud zuhanni adott esetben. Nyilván sokkal nehezebben, mert az egész egy nagy érzékelő, de ezekre, amikre azt mondják, hogy a DJI-nak ezek a 360 fokos védelem, az is még a leírásban is oda van írva, hogy ugye vannak olyan dolgok, amiket ő nem vesz észre, vékony ágak, villanyvezetékek, stb., amit már ugye említettem. Tehát nem bízhatod magad a szenzorokra. Tehát ne gondold azt, hogy ez mindentől megvéd. Nem. Te vagy az, aki megvéded a drónodat, és a szenzorok ebbe besegíthetnek. De alapvetően itt dől el a drónodnak a biztonsága a leginkább. Hogy mennyire gondolod át a repülésedet, mennyire vagy bevállalós, ne legyél. Jó, tehát ez főleg ilyen aktív track. Egyébként ez az aktív track dolog, ez az esetek többségében én tök fölöslegesnek és felelőtlennek tartom. Tehát jó, hogy egy látványos dolog, klassz dolog, mondjuk egy, mit tudom én, például egy motorcsónakot vagy egy jetskit követni vele, az egy tök klassz dolog tényleg ott a tenger fölött csapatni, de nyilván az is rizikós, de hát oké, de mondjuk így elmész, mit tudom, autóval vagy biciklivel, vagy nem tudom, elmész is, akkor az erdőbe, meg a erdei úton mendegélsz vele, nem lesz belőle igazán épkézláb felvétel. Tehát ez mindig egy kicsit ilyen zaklatott, egy kicsit innen visszaverődik, már úgy visszaverődik, hogy az érzékelők miatt kóvályog a drón össze-vissza. Tehát nem ritkán van az, hogy úgy igazán használható, szinematikus felvétel készül az ilyen active track dolgokba, és ráadásul tök nagy rizikó van benne, főleg, hogyha olyan helyen vagy, ahol tereptárgyak vannak, fák vannak, villanypóznák vannak, stb. Mert előfordul simán, hogy ő benéz valamit, és hány ilyen zuhanós, még a legkomolyabb drónoknál is hány ilyen zuhanós felvételt láttunk, mert
nem vette észre a kis gajat, nem tudta lereagálni hirtelen az, hogy most merre menjen azzal a sebességgel, stb. Tehát ez mind egyébként, ezek az én nyilván tapasztalataim, rengeteg ilyen tapasztalatom van, rossz tapasztalatom. És aztán lehet, hogy én vagyok a túl óvatos, lehet, hogy én gondolom túl ezt az egészet, nyilván van, akire ellazáskodja, görcsölököd folyamatosan, és nem kereszt ennyire. Hát ez én vagyok, ezek az én tanácsaim, nem szükséges őket 100%-ig feltétlenül betartani, megfogadni, csak egy gondolat volt, hogy ezekkel segítek esetleg. Majdnem elfelejtettem. Madár látta terület. Tehát hogyha például templomok környékén, nagyon szép dolog a templomokat filmezni, de ott egy csomószor a templom toronyban laknak ilyen vadállatmadarak, ilyen gonosz galambok, vérgalambok, fecskék, gyilkos fecskék, és ha nem is igazán arra megy ki a játék, hogy leszedjék a drónodat, meg telibe vágják, meg tönkre tegyék, meg megtámadják, esetleg véletlenül belemennek, vagy te mész beléjük véletlenül, mert például a galambok szokták azt csinálni, hogy őrült módon elkezdenek csapatba körözni, egyrészt, hogy megnézzék, hogy mi a csuda az, ami ott zümmög, másrészt, hogy esetleg elijesszék, vagy ilyesmi, és igazából nem szeretnének konfrontálódni, de sajnos előfordul baleset, úgyhogy ilyen épületek környékén, tehát ahol tudod, hogy madarak lakhatnak azon a környéken, ott nagyon óvatosan. És még a másik, a ragadozó madarak. Na most a ragadozó madarak, azok mennek és ragadoznak. Tehát az megtámadja, az fogja, és neki megy, és egyrészt azért, mert úgy gondolja, hogy konkurencia, másrészt azért, mert mit tudom én, éhes, és meg akarja enni adott esetben. Tehát azokkal vigyázni kell. Közben elment a nap, és besötétedett a képernyő. Így már lehet, hogy túl sötét lesz. Hát én is sötét vagyok, de most a képernyő. Akkor megvárom, amíg elmegy a felhő, jó? Felhő után jövök. Ragadozó madaraknál tartottunk. Tehát, amikor egyébként, hogyha bármilyen madár megtámadja a drónodat, vagy úgy tűnik, hogy megtámadja, vagy veszélyesen közelít, vagy csúnyán néz, akkor érdemes hirtelen fölfelé elindulni nyélgázon. Egyrészt lefelé, hogy is mondjam, a lefelé is jó lenne, csak az annyira nem hajlamos a drón lassan csinálni a... hogy mondják ezt? Hogy mondod a magasságcsökkenést? Leszállás? Vagy mi az? Tényleg nem jut eszembe. Emelkedés, csökkenés. Ereszkedés. Tehát az ereszkedés nem tudja olyan gyorsan csinálni a drón, nyilván ennek biztonsági okai vannak, a saját fingjába fog belekeveredni, hogyha nagyon gyorsan megy, és akkor lezuhan. Tehát nyilgázom fölfelé, sportmódban lehetőleg, attól frászt kapnak, meg olyat eddig madár se tud, tehát onnan tudni fogja, ez nem madár, úgyhogy hagyjuk a csodába. Ez az egyik, a másik meg, hogy elmenekülni onnan nagyon gyorsan. Jó, mert a ragadozó madarak azok elkapják és leszedik, úgyhogy arra vigyázni kell. Hát srácok, ennyi fér bele a mai műsorunkba. Remélem, hogy nem hagytam ki semmit, amire gondoltam, de ha még eszetekbe jut valami, akkor ne habozzatok és irkáljatok. Úgyhogy biztonságos repülést kívánok mindenkinek, ügyesek, okosak legyetek, vigyázzatok magatokra. Nyáron azért még igyekszem még így egy-két filmmel megdöbbenteni benneteket, úgyhogy nem mondom azt, hogy de azért mondom, hogy kellemes nyári élményeket kívánok. Horvátországban nem menjetek drónozni, mert nem nagyon lehet, repülni lehet, filmezni nem nagyon lehet, úgyhogy strandokon vízre vigyázni, a szenzort megőrítheti a víz közelsége, úgyhogy tartsátok a távolságot, magasságot a víztől, ne küldjétek be a távolságtesztre a tenger közepére a drónt, mert nagy eséllyel nem kapjátok vissza, tengerpartokon nagy szél van, tessék vigyázni erre is, úgyhogy gyerekek, okosan, ügyesen, jók legyetek, iratkozzatok, felnyomogassátok a lájkot, a diszlájkot, hogyha nem tetszett, gyertek máskor is. Szevasztok!